téma, ami rámoztott a az a tulajdonképpen a rendészet és a civil társadalom kapcsolata. És én ennek nagyon örültem ennek a témának, mert körülbelül egy olyan 7-8 évvel ezelőtt volt már egyszer egy kutatási feladatunk, amelynek az volt a címe, hogy a rendészet civil kapcsolatai. Ez valamilyen internetes fórumon utána is lehet nézni, itt ez közelebbről érdekel, ennek a kutatási jelentésnek van egy elérhető változata. Közben eltelt, ha jól számolom, 8 év, és tulajdonképpen ez nem lesz egy akadémikus előadás, hanem hát én igyekszem majd olyan problémákat felvetni, amelyek talán még itt vitát is kiválthatnak. És mivel nincsenek kipróbált, ellenőrzött adatok, ezért én inkább csak hipotéziseket mondok. Azt mondják, meg fogják hallani. Háromféle megközelítés lehetséges, persze több is, de én most erre hívom fel a figyelmet. A rendészet és a civil társadalom kapcsolata először is tárgyalható úgy, hogy az a civil társadalom kapja, adja a rendészetnek a felhatalmazást. A civil társadalomból jön az a hatósági erő, ami a rendészetet jellemzi. Kérem, ez egy hangsúlyozódás. Nem minden hivatalos dokumentumban olvasható ez ilyen. Erőteljesebb hangsúlyt kap az, hogy az államtól kapja a rendészet ezt a felhatalmazást, de az állam is a társadalomtól kapja a felhatalmazást. Az első észrevételem mindjárt az, hogy lehet, hogy ezeknek a hangsúlyoknak jelentőségük van. Én minden esetre így érzem igazán megalapozottnak a téma felvezetését. Tehát a rendészet társadalom szolgálatában áll, és a felhatalmazást a társadalomból kapja. A második megközelítés az úgy szólhat, hogy a közbiztonság, a közrend oltalmazása csak hatósági feladatként nem fogalmazható meg. Nincs olyan hatóság, nincs olyan hatósági kompetencia, amely magára hagyva társadalmi segítség nélkül képes lenne közbiztonságot létrehozni. Mellesleg nem is a rendőrség hozza létre a közbiztonságot, hanem csupán vigyázni. De egyedül még vigyázni se tud rá. Tehát a társadalom nem csak mint a hatalmi forrása jelenik meg, hanem olyan partner, amelyel érdemes együttműködni a siker érdekében. A rendészet társadalmi küldetése a közbiztonság oltalmazása, és ezt a társadalom segítséggel érdekében nem tudja megvalósítani. Van egy harmadik megközelítési mód is, és erről fennkölt tudós emberek ritkán szólnak, de én soha nem mellőzök. A társadalomban születik a bűn, a társadalomban keletkeznek a bűnokok, és a társadalom tagjai követik el a bűncselekményeket is. A társadalom tehát kontrollra szorul. A rendészet időnként minden alappal gyanakból néz a társadalomra. És megrendszabályozandónak tartja a társadalom egy folyamatát. Hogy lehet ezt a hármast valami harmóniába hozni? Egyszer a társadalomban minden előtt keletkezik, másodszor mint partner, együttműködő társ, harmadszor pedig mint deviáns egyéneket hordozó, bizony kontrollra szoruló formáció. És mind a három igaz, úgy érzem. És mindig azt kell nézni, és én úgy érzem, hogy amikor példának okáért azt
vizsgáljuk, hogy egy adott pillanatban egy országnak milyen a közbiztonsági helyzete. És hogy abban a szereplők hogyan teljesítenek, és az egyik szereplő a polgárosség, akkor ezt a hármas megközelítést érdemes alkalmazni, és ebből egy diagnózis előállítható. Az első kérdés az, hogy melyik az a közösség, amelyik alkalmas arra, hogy a rendészetnek erőket adjon, felhatalmazást nyújtson a számára, melyik az a közösség, amelyik forrása a rendészeti hatalomnak? Csak a jog követő társadalom jogosul ilyen felhatalmazást adni. A jog követő társadalom, amely öntudatos szabad egyénekből áll, akik közösségeket is képesek alkotni. Tehát az, hogy milyen erős ez a felhatalmazás, mennyire masszív, az ennek a társadalomnak a jogkövető erejétől függ. És a jogkövetés mitől függ? Hát az függ, bizony sajnos függ a gazdasági helyzettől, nagyon nagy mértékben függ. Függ a tudástól, a kultúra színvonalától, és függ a morától. És hogyha azt akarjuk most megtudni, hogy az a forrás, amiből a rendészet a felhatalmazását nyeri, most milyen állapotban van Magyarországon, nekem az az érzésem, hogy nincs túl jó állapotban. Se a gazdasági erőket tekintve, se a kulturális, tudásbéli felkészültségét, illetve esetleg a morálati is állapotát illetve. Ezen kellene dolgozni, hogy mit azt most nem fogom tudni, nem is tudom, csak jelzem, hogy megoldott problémák vannak. A második kérdés az, hogy együttműködni a rendészettel, a rendőrséggel, a rendészeti szervekkel, alkalmas-e ez a társadalom arra, hogy partnere legyen a rendőrségnek és más rendvédelmi rendészeti szerveknek. Az előző diagnózisból az következik, hogy hát bizony lehetne erősebb partner is, de az nem következik, hogy egyáltalán alkalmatlan az együttműködésre. Ugyanis azért ne túlozzunk. Igen, nem vagyunk jó gazdasági helyzetben, nagyon sok a szegények, de ez önmagában még nem jelent ám valamilyen negatív minőséget. Így és Gyula azt mondta, hogy nagyon szegény környezetben még föl rászegleskülták, és akik ő körülötte lettek, azok elesett szegény emberek voltak, de morális zsenek voltak. Azt mondta, hogy morális zsenek. Mert a szegénységünk, a szükségünk ellenére is élt bennünk a tolerancia és a szolidaritás parancsa. És ettől morális zsenék voltak. Szerintem a polgárosség aktív tagjai is morális zseni, vagy legalábbis igen jó morális kondíciókkal bírnak, és akiket szövetségesként megtalálnak, az a polgári társadalom, amelyben élnek ezek az értékek. Szolidaritás, tolerancia. És azok a formációk, amelyek tagadják ezt, azok a formációk nem alkalmasak az együttműködésre. Most ezen tovább nem is gondolkodom, hanem hát arra utalok, hogy bizonyos esetekben az olyan egyesülési mozgalmak, amelyek intoleranciára épülnek, és amelyekből hiányzik a szolidaritás minden eleme, azok alkotmánysértő módon működnek, alkotmányos alapértékeket sértenek, tehát helyes lett volna, teszem most mindjárt a kritikus megjegyzést, hogy nem a polgárőrség tevékenységét kell volna szigorítani, hanem az alkotmányos alapokat sértő és a jogrendet súlyosan veszélyeztető mozgalom működésének kellett volna adminisztratív jogi akadályt szabni. Sokkal bölcsebb és adekváltabb lett volna ez a válasz, de azt elfogadom, hogy ez bizony elég nehéz dolog. Hát lehet, hogy a nehezebb utat kell volna választani.
Tehát azt tudom mondani, hogy egy viszonylag nehéz gazdasági helyzetben lévő országban is lehet olyan értékeket találni, és ilyenek termelődnek a közösségekben, amelyekre építhet a rendészet, akkor, amikor a hatalom forrásán keresi a társadalomba, és akkor is a partnerst keresi. Az a kérdés, hogy mennyire alkalmas a társadalom a közbiztonság érdekében együttműködni a hatóságokkal, az nagy mértékben kultúra függő is, és ebből a szempontból az öntudatosabb közösségek azok, amelyek úgy ítéljük, hogy a saját biztonságukért ők is felelősek, és úgy gondolják, hogy sokan tehetnek is érte, azok jobb partnerei a rendőrségnek, mint azok a közösségek, amelyek azt mondják, hogy ők a közbiztonságot, mint ajándékot várják a rendészetből. Ez nem jó dolog. És itt vannak olyan hagyományok, már hozzá szoktattak minket évtizedeken keresztül, hogy a közbiztonság az egy állami ajándék, amit a központi hatalom odaad a közösségnek. Nincs igaz a közösségnek, amelyik azt gondolja, hogy ilyen ajándékot adta, de annak a hatalomnak sem, amelyik azt hiszi, hogy erre képes. És itt is vannak bizonyos zavaró tényezők, hogy nem látni a hatalomtól időnként elég világosan, hogy nem minden ható, és nem minden ötletet tudni biztos. Időnként nekem az az érzésem, hogy minden haton érzi magát, és minden ötletét kontroll nélküli tuti ötletnek tekintik. Azért nekünk kutatóknak szinte már semmi dolgunk nincsen, mert ha valaki a abszolút igazság birtokában hiszi magát, az nem fog kutatóhoz fordulni, hanem megcsinálja. Hát Istenem, ha nem sikerült, majd a következő nemzedék keserek. Még abban is lehet bizony, hogy számunkérés soha nem lesz. Tehát azt hiszem, hogy itt az együttműködésben fontos ez az elem, hogy tudnélik, ez nem ajándék, a közbiztonság az kollektív teljesítménye egy társadalomnak. Hozzáteszem, hogy viszont az együttműködés képessége a rendészet oldalán is megjelenik, alkalmas-e a rendészet az együttműködésre, vagy sem? Eddig arról beszéltük, hogy a társadalom alkalmas, most pedig a rendészet. A túlzottan zárt, a túlzottan a megfigyelésre, a gyanakvásra, az álcázásra, a megtévesztésre épülő rendészet, ezek a tulajdonságok egyébként rendészeti tulajdonságok, a bűnügyi felderítés sajátjai. Csak azt a bűnügyi felderítésnek tudnia kell, hogy mikor áll szembe bűnözőkkel, és mikor pedig olyan jogkövető polgárokkal, akikkel szemben ezeket a tulajdonságokat fel kell függeszteni, vagy háttérbe kell szorítani. Tehát, hogyha nagyon zárt, nagyon militarizált, és nagyon centralizált a szervezet, akkor az ilyen szervezet sokkal nehezebben tudja együttműködni a társadalommal, mint egy nyitott szervezet, amiknek nagyon alapos társadalom ismeret. A harmadik kérdés, és ezzel én befejeztem a mondókámat, az, hogy milyen fenyegetés jelentkezik a társadalom oldaláról, mennyire bűnre hajló a társadalom, milyen kriminális jelenségekkel kell felfigyelni, milyen folyamatok figyelhetőek meg, amelyek veszélyesek, amelyek azzal fenyegetnek, hogy sokan, egyre többen letérnek a jogkövetés útjáról, jogsértők lesznek, míg mások áldozataivá válnak ezeknek a jogsértéseknek. Hogy milyen kriminális fenyegetés mutat ez a társadalom? Én szerintem a mai magyar társadalom az egy modernizált európai kultúrállam fenyegetését mutatja, nem súlyosabb annál a terhelésnél, amelyet például Nyugat-Európában megfigyelhetünk, de nem is tudtuk elkerülni azokat a
kriminalizáló jelenségeket vagy tényezőket, amelyek egy ilyen nagy átalakulás során szükségszerűen feléptek, mint a rendszerváltás és az azóta eltelt több mint két évtized. Tehát ez a, azt tudom gondolni, vagy azt félem, hogy ez a fenyegetés nem elviselhetetlen, nem kell fegyverbe kiáltani az egész rendészetet, nem kell mindenhol szervezett bűnözést és terrorizmust diagnosztizálni, mert az nagyon veszélyes dolog, mert azokkal szemben olyan eszközöket kell alkalmazni, amelyek rendkívül súlyos következményekkel járnak. Nem kell operálni ott, ahol elég az aspirint veszedni. Ezt komolyan mondom. És azok a törekvések, amelyek nem disztingválnak, nem tudnak világos különbségeket tenni, botlások, nem, arra nem is beszélve, hogy megjelenik egy komoly gondatlan bűnözési kör, ahol egészen más a kezelési technika. A kockázatok, rizikok világa, ahol nem lehet a kockázatot kiiktatni, mert ha kiiktatjuk, akkor az a társadalom meg fog állni. Ott nem lesz egy takottat se előre lépés. Ahogy ugye a Pascal mondta, hogy minden baj azzal kezdődött, hogy elmentünk otthonról. Hát nem lehet otthon tartani embereket, mert akkor leáll a világ. Másrészt pedig a bűnüldözésnek is olyan differenciált eszközrendszerrel kell felvérteznie magát, ahol ő tudja, hogy hova kell az erőket koncentrálni, hol van a kényszernek primátusa, és hol jelenik meg az a kör, ahol például a különböző közvetítő technikákkal, és igen, kimondom, a megbocsátás és a enyhe kézzel intés sokkal hatékonyabb, mint a szigor eszelős fokozása. Körülbelül ilyen a helyzet, ebbe kell behelyezni, vagy behelyezni a polgárőrség jelenlegi helyzetét és azokat a feladatokat, amelyek polgárőrségre a jövőbe várnak. Én azt javaslom, hogy ezt végezzük el. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm.